Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megépülhet a generációk parkja, nagyobbak lesznek a körforgalmak, ülésezett Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága. Új jégcsarnok épülhet Szekszárdon, a város bizottságai tárgyaltak a tervekről. Sertéspest is, Tolna megyében is megkezdték a vaddisznók gyérítését. Bíróságon őrjöngött, 21 nap elzárást kapott a 18 éves vádlott. Megépül a Generációk Parkja Szekszárdon, a felmerülő plusz költségekre találunk forrást. Jelentette ki Bomba Gábor, az Éjjel Szekszárd Egyesület frakció vezetője, miután a Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága legutóbbi ülésén tárgyalt a projekt kivitelezési feladatairól. Az ülésen döntöttek arról is, hogy két ötágú körforgalmat építenek a városban, és tárgyaltak a Szekszárdi Sportközpont, illetve a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Ügyvezetőinek menesztéséről is. Még a múlt héten tett javaslatot Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. És Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Ügyvezető igazgatójának menesztésére. A közgyűlés dönt majd a kérdésben, ám a felmondás előkészítését már megkezdte a bizottság a mostani ülésükön. Most jelenleg arról kértünk be adatokat, hogy milyen hosszú a felmondási idejük, illetve hogy mikor lesz az, amikor a munkaviszonyuk megszűnik. Ezt nyilvánvalóan mi nem tudjuk, mert a munkaszerződésüket nem ismerjük. A felmondási idő kezdetére mi tettünk javaslatot, a végét meg majd a jegyzőasszony fogja elmondani, hogy a szerződések alapján ez mikor valósulhat meg. A Gazdasági Bizottság tagjai a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Új vezetőjének Bartal Zoltánt javasolják, a Sportközpont új vezetőjére pedig nyílt pályázatot írnak majd ki, ezt kérik majd a közgyűléstől. A Barátság utcában épül majd fel a Generációk Parkja, ahol egy hatalmas csúszda és egyéb szabadtéri játékok is helyet kapnak majd. A beruházás 139 millió forintba kerül, a városnak ehhez 8 millió forintot kellene hozzátennie. A bizottság most döntött arról, hogyan teremti elő ezt a költséget. Drágább lett a park, mint amennyi pénzünk van rá. Itt többféle javaslat volt, hogy ezt a többletet miből pótoljuk. Ennek az egyik verzióját választottuk most ki, azt, hogy az eredeti pályázatnak a összegét növeljük meg, erre be is adták a polgármesteri hivatalba a kérelmet, tehát hogyha ez sikerül, akkor az eredeti pályázat terhére valósul meg. Bomba Gábor hozzátette, ha ez nem sikerül, akkor egyéb úton szerzik meg a forrást, erre is vannak terveik. Az ülésen a bizottság tagjai arról is döntöttek, hogy két új körforgalmat építenek a városba, amik nem négy, hanem ötágúak lesznek. Az egyik körforgalmat a Kessely-Jussi út csomópontjánál alakítanak ki, a másikat pedig az Obinál. A módosítása a megnövekedett forgalom miatt vált szükségessé. Új jégcsarnok épülhet Szekszárdon. A Zöld Jég Egyesület ötletét mind a Város Gazdasági, mind a Sportbizottsága támogatta. A tervek szerint a jégcsarnok nagyobb lenne, mint a jelenleg is működő pálya, és egész évben nyitva lenne. Új jégcsarnok épülhet hamarosan Szekszárdon, legalábbis erről szólt a Zöld Jég Egyesület koncepciós kérelme, amit a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság is napirendjére tűzött legutóbbi ülésén. Mindkét bizottság támogatta az egyesület kérelmét, egy-egy kiegészítésre tettek csupán javaslatot. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke azt mondja, szükség van egy ilyen létesítményre a tolnai megyeszékhelyen. A mostani ideiglenesen és időszakosan üzemelő jégpálya helyett egy olyan létesítményt szeretnénk, és ezzel nem vagyunk egyedül, amely a év 12 hónapjában rendelkezésre áll, nem kell sátor, bérlet, stb. A
év 3 hónapját hát nem jégsportokra, de körkorcsolyázásra, szabadtéri rendezvényekre, stb. Lehetne fordítani. Murvai Árpád úgy látja, jelenleg igen nehéz csoporttal bejutni a jégpályára. Többek között ezt a problémát oldaná meg egy új szabványméretű jégcsarnok, amit az üzemeltető cég nyitottá tenne iskolások számára is. Örvendetes, hogy erre egy nagy cég vállalkozik, TAO támogatás mellett, és az üzembe helyezést követően, felajánlása szerint a szekszárdi fiatalok, általános iskolások, óvodások számára ezt nyitottá tenni. Tehát megindulhatnak kori képzés, kori iskola, és a jégsport is szerintem lendületet venne. A jégcsarnok épüléséről, a szükséges forrásról a szekszárdi közgyűlés dönt majd legközelebbi ülésén. A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság is ülésezett kedden Szekszárdon. A tagok 5 napi rendi pontot tárgyaltak. Ezek közül az első 2 a helyi közművelődési non-profit Kft. Ügyvezetőjének tavalyi évre vonatkozó üzleti és pénzügyi beszámolójával, az idei évre vonatkozó költségvetés tervezetével, valamint a helyi önkormányzattól kért pénzügyi hozzájárulás összegével foglalkozott volna. A közművelődési Kft. Ügyvezetőjének távolmaradása miatt ezekben a kérdésekben február 4-én döntenek majd. Téma volt még az önkormányzati cégek kötelező adatszolgáltatása is. Az ilyen Szekszárd frakció tagjai azt szeretnék, ha 2014-től minden szerződés a mellékleteivel együtt nyilvános lenne, amit a városi cégek kötöttek. A jegyző most ennek a feltételeit készíti elő. Ezügyben egyébként a közgyűlésnek kell majd rendeletet alkotnia. Az országos főállatorvos minden alacsony kockázatúnak minősített vadgazdálkodási egységnél közepes fokozatúra módosította a kockázati besorolást. Tolna megyénél is így tett. Nálunk is kötelező a vaddisznóállomány gyérítése, hogy a járvány terjedése lassítható legyen, továbbá megalapíthatóvá váljon, hogy az állatok fertőzöttek voltak-e. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, a vírus magyarországi megjelenése és terjedése miatt a Tolna megyei gazdáknak is érdemes óvintézkedéseket tenniük. A piros pöttyök a régebbi fertőzések, a kék pöttyök az új fertőzések. Ez a sötétebb narancssárga, ez a magas kockázatú területek, és a világosabb narancssárga a közepesen kockázatos terület, tehát oda tartozunk mi is. Vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke éppen azt mutatja, hogyan és milyen gyorsan terjed az afrikai sertéspest is Magyarországon, és a járvány már átlépte a Duna vonalát. Ez a vírus a vaddisznókra és a házi sertésre veszélyes, az emberre nem. Az országos főállatorvos a járvány megállítása érdekében több intézkedésről is döntött. Így például minden alacsony kockázatúnak minősített vadgazdálkodási egységénél közepes fokozatúra módosította a kockázati besorolást. Tolna megyét is ide sorolták. Ez azt jelenti, hogy nálunk is kötelező a vaddisznó állomány gyérítése, ugyanis ezek között máshol találtak már fertőzött egyedet, és félő, hogy megfertőzik a házi sertéseket is. Sajtóértesülés szerint Pest megyében az országos főállatorvos az összes vaddisznó leöléséről döntött, amelynek végrehajtása már el is kezdődött. Ez tulajdonképpen 2 célt szolgál. Az első cél az állomány, a vaddisznó állománynak a gyérítése, hogy a járvány az lassítható legyen, a másik cél pedig a diagnosztika. Tehát ezeket a kilőtt állatokat mintavétel után a Nébik laboratóriumából küldik, hogy meghatározzák, hogy ASP-vel, tehát afrikai sertéspestissel fertőzöttek-e. A Tolna megyei elnök azt mondja, most az a legfontosabb, hogy a házi sertés és a vaddisznók érintkezését megakadályozzák a gazdák különböző óvintézkedésekkel. Az első az talán az lenne, hogy a sertéstelepek körüli kerítéseknek a megerősítése, az esetleges hibák kijavítása kerüljenek, hogy a vaddisznók ne jussanak be tulajdonképpen a telepekre. A másik, hogy a takarmányt vagy az almozásra szánt szalmát zártan tartsák a termelők. Mindenre azért van szükség, hogy a vaddisznók a takarmányt ne ehessék meg, az almot pedig ne szennyezhessék be ürülékükkel. A szakemberek ezen kívül azt javasolják, hogy a sertéstartó ne alkalmazzon takarmányozási célra élelmiszer hulladékot, mert a vírus a nem megfelelően hőkezelt húskészítményekben, mint például kolbászban, sonkában fertőzőképes marad.
Ha pedig vadászik a sertéstartó, akkor a vadászatkor használt gumicsizmát, öltözéket ne vigye be az állatai közé, mert az is fertőzőképes lehet. Dühében a falat verte a bíróságon egy 18 éves férfi, amikor meghallotta a bíró ítéletét. Az ügy miatt rendőröket kellett hívni a szekszárdi járásbíróságra. A férfi 7 családtagjával együtt várt az ítéletre, amikor elkezdett őrjöngeni. Tettéért akár újabb 3 év börtönt is kaphatott volna, ám megúszta 21 nap elzárással. Jelenlegi vádlott is nem tetszését fejezte ki a bíróság döntésével szemben, emiatt hangosan és indulatosan beleszólt a bíró szóbeli indokolásába. Először csak sértegette a bírót a 18 éves fiatal férfi. Összesen 9-en ültek a vádlottak padján, amikor az incidens történt, 7 közülük rokonok voltak. Az ítélet indoklása közben kezdett el hangoskodni 3 vádlott, köztük a 18 éves férfi is. A bíró felszólította, hogy hagyja el a tárgyalótermet, ekkor kifele menet ütött bele ököllel a falba, a rendőrséget az őrök hívták ki. A fiú egy percig sem tagadta, hogy erőszakos tettével megzavarta a tárgyalást. Először garázdaság miatt hallgatták ki, később viszont hatósági eljárás megzavarása miatt vonták felelősségre. Ez sokkal súlyosabb bűncselekmény. A törvény még szigorúbban rendeli bünteti minősített esetként azt az elkövetési magatartást, hogy ezt a magatartást az elkövető bíróság eljárásában valósítja meg. A jelen ügyben az ügy terheltje egy bírósági tárgyalás során vádlottként vett részt, ott tanúsította a vádbeli kiúvan közösségeles és egyben erőszakos magatartását. A fiú így a legsúlyosabb ítéletre számíthatott, akár 3 év börtönt is kaphatott volna. Az ügyvédje azzal próbálta védeni, hogy 18 éves kora ellenére már olyan sokszor járt bíróságon, hogy nem tudta felmérni, milyen szabályok szerint kell ott viselkedni. A bíró végül figyelembe vette a beismerést, és hogy a fiatal férfi bocsánatot kért. Bűnös hatósági eljárás megzavarása büntetben a BTK 279 szakasz 1 bekezdésébe ütközően a második bekezdés szerint minősül. Ezért a bíróság vádlottat 21 nap elzárásra ítéli. A 21 napra börtönbe vonuló fiú és az ügyvédje egyelőre 3 nap gondolkodási időt kértek, és az ügyész is így tett, ezért az ítélet most még nem jogerős. Az egészségügy jövője abban van, hogy térségi nagykórházak, mint egészségügyi centrumok és a kisvárosok kórházai felkészültségük, illetve műszerezettségük alapján közösen alkossanak rendszert. A szekszárdi kórház fel van készülve erre a térségi irányító szerepre. Nem egymás versenytársai, hanem kiegészítői vagyunk, mondta stúdiónkban Németh Csaba, a Balassa János Kórház főigazgatója. Az egészségügyi centrum szerepet, ezt olyan módon is értelmezni lehet, hogy az egészségügyi centrumban kell lenni annak a tudáscentrumnak, ami a centrumhoz tartozó többi egészségügyi ellátónak egy információbázissal, egy tudásbázissal szolgálhat, és ahonnan tudjuk biztosítani azt, hogy a környezetünkben levő többi egészségügyi szolgáltató az hozzánk hasonló módon a legmagasabb és legújabb szakmai eredmények szerint dolgozik, összhangban dolgozunk egymással. Olyan művelődési házat szeretne, amely kielégít minden korosztályt és minden közművelődési igényt, mondta Szabóné Rambala Gabriella, a Dombóvári Tinódi Ház új igazgatója. Azt mondja, nagyon fontos, hogy az ifjúság megtalálja helyét a házban, mert ők lesznek a jövő kulturális fogyasztói. Ennél magasabb színvonalú kultúrát tudnék a házba behozni és a közönség elé tárni. Ez nem azt jelenti, hogy most nem erre törekszünk, de nyilván a korlátaink, esetleg az anyagi korlátaink is, meg egy picit a szakember korlát, és azzal is küzdünk, de hát majd igyekszünk egy olyan csapatot összehozni, akik nagyon szívesen és elhivatottan végzik ezt a munkát, mert ez a fontos számunkra, hogy mindenki egy magasabb kultúrát kaphasson ebben a városban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót Somogy és Baranya megyékből. Ösztöndíjprogram segíti a hallgatókat, 23 ország fiataljait támogatják Kaposváron. Zene, tánc és vacsora várta a vendégeket, 6. alkalommal rendeztek megyei svábbát Baranyában.
Fekete Istvánra emlékeztek, életben tartják az író munkásságát szülőfalujában, Göllén. A Kaposvári Egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább növelje a nemzetközi hallgatók létszámát, hangsúlyozta sajtótájékoztatón Kovács Melinda rektor. Az idei tanévben 23 ország képviseletében 52 ösztöndíjas hallgató tanul Kaposváron. Külföldi diákok mutatják be hazájukat, kultúrájukat a Kaposvári Egyetemen egy nemzetiségi estem. Az intézmény vezetése szerint a program sokat segít a külföldi és a hazai diákoknak egyaránt, hogy megismerjék egymás kultúráját, értékeit, és segíti a magyar hallgatók nyelvtanulását is. Az idegen nyelven való oktatás azonban nem csak a diákoknak, hanem tanáraiknak is kihívást jelent. Fel van adva a lecke. Idegen nyelven magas szinten kell azt a tudást átadniuk, ami megvan nekik, csak hát ugye ez is egy új környezet, másképp kell kommunikálni a diákokkal, másképp kell megtalálni velük a hangot, hiszen más kultúrából jönnek, mint a magyar diákok. Úgyhogy a Kaposvári Egyetem nagyon nagy hangsúlyt fektet most arra, hogy a képzéseit átvizsgálja, megnézzük, melyek azok a területek, ahol még idegen nyelven, tehát angolul el tudunk indítani újabb kurzusokat, hogy ezeket minél szélesebb körben megismertessük, és minél több külföldi diákot vonzunk az egyetemre, ahol nagyon sok szeretettel várjuk őket. A programba olyan országok diákjai jelentkezhetnek, amelyekkel Magyarország oktatásért felelős minisztériumának kétoldalú megállapodása van. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj program célja, hogy a nálunk végzett külföldiek számára a magas színvonalú oktatás mellett a magyar vendégszeretetet is megtapasztalják. Később hazájukba visszatérve aktívan részt vegyenek Magyarország és az adott ország gazdasági, diplomáciai és kulturális kapcsolatainak megerősítésében. Emellett a magyar embereknek, diákoknak és egyetemeknek is számos előnnyel szolgál a program. Miért jó a magyar embereknek, miért jó a magyar diákoknak az, hogy egyre bővül a külföldi nyelven tanulható szakoknak a száma? Miért jó az, hogy angolul tudnak kutatni? Miért jó az egyetemeknek az, hogy bekerülnek a rangsorokba egyre magasabb minősítésben a külföldi különböző minősítési rendszerekben és pontrendszerek alapján az egyetemeknek a külföldi láthatósága ezzel megsokszorosodik. Ezekről a pozitív dolgokról beszélgettünk rektorasszonyja. A Kaposvári Egyetemen jelenleg 23 ország 52 hallgatója tanul Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal. Zene, tánc és vacsora várta a 6. Baranya megyei Sváb Bár részvevőit Pécsen. A programot immár hagyományosan a Baranya megyei önkormányzat dísztermében rendezték meg. Az eseményen elhangzott, a német önkormányzatok és egyesületek továbbra is számíthatnak a megyei döntéshozók támogatására. Zenés táncos műsorral indult az idei Baranya megyei Sváb Bál. A rendezvényt immár 6. alkalommal szervezték meg Pécsett. A megye szinte minden szegletéből érkeztek résztvevők. A baranyai német önkormányzat alelnöke köszöntőjében azt mondta, büszke erre a közösségre. Schmidt Zoltán hangsúlyozta, országosan is kiemelkedő híre van az itteni németségnek. Ránk úgy tekintenek, hogy ti baranyaiak összetartóak vagytok. Az egész magyarországi németség, én úgy gondolom, hogy összetartó. Nem szeretnék most itt választási dolgokról beszélni, de megmutatja ezt mind a parlamenti választás, mind az önkormányzati választás, hogy mi egy közös listát tudtunk állítani, konszenzussal, megegyezéssel, előre megbeszélve. A Sváb Bál közönségét a Baranya megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte. Őri László hangsúlyozta, bár a legtöbb településen tartanak hasonló rendezvényt, egy ilyen színvonalas program segít abban, hogy még inkább összekovácsolódjon a közösség. Ez az est is ilyen, hiszen ebben az időszakban a vidámságé a főszerep. Én azt kívántam a köszöntőmben a baranyai német közösség számára is, hogy ez a január végi vidámság ezt tartson ki az egész évben, és legyen elég erőnk és kitartásunk ahhoz, hogy közösen megéljük azokat a vidám pillanatokat, és reményeink szerint azokat a sikereket is, amelyek az idei esztendőben ránk várnak. Baranyában egyébként 99 német önkormányzat és közel 70 kulturális csoport működik. Tevékenységüket továbbra is támogatják a megyei döntéshozók. Emellett további beruházások indulnak a térségben, mint például a Koch Valéria iskola fejlesztése, hangzott el az eseményen. Évet értékelt a Baranya megyei Királyegyházán működő Lafarge cementgyár vezetője. Hoffmann Tamás ügyvezető elmondta, jó évük volt a 2019-es.
A hazai építőipar teljesítménye a cementgyárra is hatással volt. Jelenleg a megyei top 100-as listában a baranyai cégek között benne vannak az első 10-ben. Fejlesztéseikkel tovább szeretnék csökkenteni a szén-dioxid kibocsátásukat. Emellett fontos eredmény, hogy 1440 napja balesetmentesen folyik a termelés a gyárban. Illetve büszkék arra is, hogy segítő programjaik révén elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás mellett. Jelen pillanatban Bükkösön és Királyegyházán közel 154 fő dolgozik, nagy részük szentlőrinci, királyegyházi és bükkösdi, körülbelül pedig a dolgozóink fele Pécsről jár ki jelen pillanatban Királyegyházára. Ami a forgalmat illeti, idén 30%-kal tudtuk növelni az értékesítési árbevételt, 25 milliárd forintot ért el a cég, ami azt gondolom, hogy egy komoly eredmény tekintve, hogy 8 évvel ezelőtt a nulláról kezdtünk. A VUK, a Tüskevár és a Koppányi Aga testamentumának szerzőjére, Fekete Istvánra emlékeztek szülőfalujában, a Somogy megyei Köllén. A helyiek azt szeretnék, ha az író munkássága hungarikummá válhatna. Elmegy, de talán mégsem egészen. Meglátom tán az örök vizen, hiszen a szépség maga az Isten. Fekete István versével köszöntötték az egybegyűlteket az író 120. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Köllén. A somogyi kisfaluban minden évben főhajtással tisztelegnek egyik legnagyobb táj és ifjúsági regényírónk előtt. A helyieknek fontos Fekete István emlékének ápolása. Ő neki nagyon sok barátja volt Göllébe annó, amikor ő itt született, és 10 évet itt élt a göllei paraszt, mezitlábos paraszt gyerekek között. Sok barátja volt, de egy barátját, akit kiemelkedően kezelt, a Berta Jancsi, akihez, hát hisz a balagó időben egy csodálatos idézete is van, hogy 20 év után először haza. Hát őneki ez volt a haza, bárhol lakott, bármára vitte őt a sors, de az, hogy Gölle kimondhatatlan volt számára. A gölleiek generációról generációra adják tovább Fekete István emlékének ápolását. 2004-es újratemetésén csaknem 2500 vettek részt. Az író utolsó kívánsága ugyanis az volt, hogy ugyanott szeretne nyugodni, ahol meglátta a napvilágot. Az emlékházban pedig számos személyes tárgyával, kéziratával is találkozhatunk. A helyiek abban látják az író nagyságát, hogy mindig az igazat írta, és soha nem felejtette el, hogy honnan jött. Ő mindig az igazságot írta le. Általában, mikor a pajtársainak a nevére nem emlékezett, az mondjuk előfordult, hogy más néven szerepelt egy-egy szereplő, de viszont a történet maga igaz volt mindig. A Somogy és a Tolna megyei értéktár bizottság azt szeretné, ha Fekete István munkássága hungarikummá válhatna. Ezért felterjesztették életművét a Magyar Hungarikum Bizottsághoz. Döntés várhatóan tavasszal születik. Egy országos közösség, melynek célja minél több fát ültetni. A 10 millió fa elnevezésű kezdeményezés 2019 nyarán indult el. Röviddel az alakulás után a pécsi és Pécs környéki csoport is csatlakozott a megmozduláshoz. Jelenleg közel 1000 tagja van a csapatnak, tavaly november óta pedig már 700 fát ültettek a baranyai megyeszékhelyen és környékén. Idén további ültetésekkel és utógondozási programokkal is készül a csoport. A fák a növények iránti szeretet és tisztelet, ez az elindította el a 10 millió fa pécsi csoportját. Az országos szervezet 2019 nyarán alakult, amelyhez szinte azonnal csatlakoztak a pécsiek és Pécs környékiek. Jelenleg közel 1000 vesznek részt a csoport munkájában. Először november 9-én az életnapján ültettek fákat a baranyai megyeszékhelyen az önkéntesek. Ezzel egy időben a Illés Gyula általános iskola is fát ültetett velünk, és természetesen ezzel egy időben az ország többi 10 millió fás közössége is ültetett. Utána pedig a Jubileumi Ligetbe, a PTE Zöld Egyetem programhoz csatlakoztunk, és utána pedig a Káposztás völgybe sikerült fákat ültetni. Ugye ezt adja ki összesen ez a 700 fát, plusz ugye a Pécs és környéket, tehát a környéki Vokány, Szellő, Újpetre, Kistótfalu. Itt azonban nem állnak meg, már zajlanak a tavaszi faültetések előkészítő munkálatai, ezeket több helyszínen is tervezik. A 10 millió fa pécsi csoportja emellett kiemelt figyelmet fordít a már eddig előtetett növények gondozására, így több alkalommal szerveznek majd locsolós pikniket. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Megépülhet a Generációk Parkja, nagyobbak lesznek a körforgalmak, ülésezett Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága. Új jégcsarnok épülhet Szekszárdon, a város bizottságai tárgyaltak a tervekről. Sertéspest is, Tolna megyében is megkezdték a vaddisznók gyérítését.
bíróságon őrjöngött, 21 nap elzárást kapott a 18 éves vádlott. Szerdán változékony időre van kilátás élénk széllel. Változóan felhős lesz az ég, bármikor előfordulhatnak záporesők, helyenként hózáporok. Itt-ott akár még az ég is megdörrenhet. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahova naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint is érdekes, akkor azt ósszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!